Abut Adrián, következő előadónk, a BME építész hallgatója, és egy olyan hallgatókból álló kezdeményezésről fog beszélni, amelynek keretében felépítenek majd Madridban egy világversenyen egy olyan házat, amely tisztán csak napenergiával működik. A madridi világverseny mezőnyében nem csak az ötlet miatt nagyon különleges a magyar ház, hanem azért is, mert a projekt életében minden fontos döntést a hallgatók hozhatnak meg, ami egyáltalán nem alapértelmezett vagy megszokott a világverseny mezőnyében. Tehát érkezik Aut Adrián és az Odú projekt. Fenntarthatósághoz újfajta csapatmunkára van szükség. Én 2 évvel ezelőtt Spanyolországban, Sevillában jártam ösztöndíjjal, ahol a Siesta, meg a Fiesta, a Bika viadalok, meg a flamenco világának a megismerése mellett találkoztam ezzel a Solar Decathlon versennyel. Ezen a versenyen egyetemi csapatoknak kell megépíteni csak napenergiával működő, fenntartható kis lakóházakat. A Sevilla Egyetemnek is indult csapete ezen a versenyen, és én úgy gondoltam, hát ez kell nekem. Van itt fenntarthatóság, csapatmunka, és hát meg is épül ez a ház, ami ugye építész hallgatókkal az egyetemi pályafutásuk során nem nagyon szokott előfordulni. Miután bekerültem a csapatba, az én feladatom egy spájznak és egy kis fürdőszobának a megtervezése volt, úgyhogy nagy lelkesedéssel neki is láttam. Kitaláltam, hogy hol legyen a helye a seprűnek és a lekvárnak, törölközőnek és a kedvenc gumikacsámnak. De egy dolgot nem tudtam, hogy hogyan alakul a ház többi része. Mi van például a napelemes rendszerekkel, vagy hogy fog működni a ház természetes szellőzése. Az összes ilyen információ csak a projektet vezető professzorunknál futott össze. A Solar Decathlon 2010-et Madridban rendezték meg, és számomra tényleg egy hatalmas élmény volt. Mindössze 10 napunk volt arra, hogy hol szakadó esőben, hol 40 fokos napsütésben megépítsük a házainkat, és lássuk, hogy mit csinálnak közben a többiek. Végül egy egész szolár falu nőtt ki a földből, ahol 17 csapatnak a házai épültek meg Európából, Amerikából, vagy éppen Kínából. A Solar Decathlon egyébként nem csak egy verseny, ahol a házak építészet, fenntartóság, innováció, vagy éppen energiahatékonyság próbákban mérik össze az erejüket, hanem egy kiállítás is, ahol több mint 200 000 ember ismerkedett meg a fenntartható építészettel, vagy éppen a legújabb ötletekkel. Ami számomra legérdekesebb volt ebben a versenyben, az az volt, hogy mind a házak, mind az azt létrehozó csapatok egy hatalmas változatosságot mutattak. Nagyon szerettem a finneknek a házát, akik a hagyományaiknak megfelelően csak fából építettek egy gyönyörű házat, vagy éppen a katalánok, akik számítógép segítségével egészen extrém formát hoztak létre, és így a lehető legoptimálisabb módon hasznosították a napenergiáját. Voltak olyan csapatok, ahol csak építészek dolgoztak a terveken, és minden mérnöki feladattal külsős cégeket bíztak meg, míg máshol igyekeztek ezeket a szakembereket, vagy éppen hallgatókat magába a csapatba bevonni. Voltak olyan csapatok, ahol magák a diákok hozták meg a fontos döntéseket, és végeztek el minden munkát, míg a miénkben a professzor irányította az egész hadműveletet. Hát ennek megfelelően mi nem szerepeltünk túl jól ezen a versenyen. Mindössze 12-ek lettünk a 17 indulóból. Azok voltak az igazán jól sikerült házak, ahol az építészet, a napelemes rendszerek, a gépészet, a szellőzés mind egy egységet, egy szerves egészet alkottak, és egymást segítették. És szerintem ahhoz, hogy ilyen házakat létre tudjunk hozni, egy újfajta csapatmunkára van szükség. Arra van szükség, hogy az építészek, a gépészek, a villamosmérnökök már a tervezés első pillanatától fogva együtt dolgozzanak és gyúrják a terveket egészen addig, amíg össze nem illenek a fogaskerekek. Miután hazajöttem, összetettük a fejünket a barátainkkal, úgy gondoltuk, hogy nekünk is kell egy ilyen ház, kell egy ilyen projekt. És létrehoztuk az Odú projektet. Egy olyan csapatot akartunk, ahol, mint már elhangzott, csak diákok hozzák meg a lehető legfontosabb döntéseket és végeznek el minden munkát, amit tudnak. Kellettek építészek, hogy megtervezzék a ház formáját és a szerkezeteit, akik az első pillanattól fogva együtt dolgoznak villamosmérnökökkel, akik a villamostervek mellett a szoláris rendszerekkel és a világítással is foglalkoznak, valamint gépészekkel a ház hűtéséhez, fűtéséhez, világításához, ahhoz nem, szellőzéshez.
Ahhoz, hogy eljussunk Madridig, kellett egy kivitelező csapat. 5 országon keresztül kell átszállítani a házat, és utána 10 nap alatt megépíteni. Kellett egy gazdasági csapat, mert hát mindent, az összes pénz, az összes termék, az utolsó csavarig, ami ehhez a házhoz és a projekthez szükséges, nekünk szponzorációból kell előteremteni. Meg egy kommunikációs csapat, bloggerekkel, látványtervezőkkel, fotósokkal, hiszen mi nem csak házat akartunk építeni, hanem világhírűek is akartunk lenni. És ki akartunk próbálni néhány új formulát. Bevontunk környezetmérnököket, hogy a lehető legfenntarthatóbb technológiákat és anyagokat tudjuk kiválasztani, vagy éppen mechatronikai mérnököket, akik az intelligens épület vezérlő rendszeren dolgoznak. Szóval kész volt a világ megváltó csapatunk, építészekkel, akik még nem építettek házat, és menedzserekkel, akik még soha nem kerestek egy fillért se. Rögtön a tervezés elején mi belefutottunk egy számba. A fejlett világban az emberek az idejük 95%-át zárt, fedett, kondicionált terekben töltik. Azért, ha belegondolunk, ez nagyon durva. Gondoljunk csak bele, hogy az összes ilyen teret, épületet mind meg kell építeni, üzemeltetni, fűteni, hűteni, világítani kell, ami rengeteg anyag és energia felhasználását jelenteni. De van egy másik probléma is. Ezekben a terekben nekünk nem süti az arcunkat a nap, nem fújja a hajunkat a szél, nem érzünk szagokat, nem hallunk zajokat. Egyszerűen hiányoznak mindazok az ingerek, amikhez több millió év evolúciója során hozzászoktunk. De a legnagyobb probléma mégis az, hogy ezzel kizárjuk az életünkből a természetet, mégpedig már pedig a fenntartóság nem jelent más, mint harmóniában élni a természettel. Szóval mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy olyan házat szeretnénk építeni, az időnk 50%-át bent, a másik 50%-át pedig kint tudjuk eltölteni. Ezzel megspórolva ezt a rengeteg anyagot, visszahozva az ingereket, és lehetővé téve, hogy a természet, a nap, az időjárás újra az életünk része lehessen. Márciusban ott tartottunk, hogy már ismertük azokat a feltételeket, amik meghatározták a házunk tervezését. Tudtuk, hogy egy 40-70 négyzetméter közötti kis házat kell megépíteni, elszállítani, Madridba 10 nap alatt megépíteni. Tudtuk, hogy mennyi napelem kell, és azt is, hogy azt szeretnénk, hogy 50%-át az időnknek kint, az másik 50-et pedig bent tölthessük el. Már rengeteg rajzunk, vázlatunk, variációnk volt, kidolgoztuk őket, aztán zsákutcába futottunk, és már nagyon szorított minket a határidő. Ekkor március végén volt nekem egy repjegyem Isztambulba, de úgy gondoltam, hogy nem mehetek el nyaralni, nem hagyhatom itt cserben a csapatomat. Aztán rábeszéltek, és mégis elmentem. És ott, Boszporusz partján, amikor lekerült róla minden teher és felelősség, papírra vetettem egy skiccet. Ez nem volt más, mint egy ház, és vele szemben egy azonos méretű udvar, amit egy fal határolt. És a kettő kiegészítette egymást, egy egységet alkotott, mint a Yin és a Yang jelvénynek a két fele. Miután hazajöttem, megmutattam ezt a rajzot többieknek, és annyira megtetszett nekik, hogy végülis ez lett az alap, amire felépült a mi házunk. Minden bonyolult rendszernek, ahol össze kell állnia építészetnek, gépészetnek, villamos terveknek, fenntarthatóságnak, van egy olyan központi eleme, amit ha megtalálunk, azután meghatározza az egészet, kifejlődik belőle az egész terv. Nálunk ez az elem a fal volt. Ez a fal hozza létre a teraszt, teszi lehetővé, hogy ezen a teraszon tölthessem el az időm 50%-át, és teszi lehetővé, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk fel a napenergiáját. De mégis, hogyan fogok én az időm 50%-ában kint élni? Azzal, hogy mi létrehoztuk a házunkat és a teraszunkat, megdupláztuk azokat a funkcionális zónákat, amik meghatározzák, hogy hol töltjük mi el az időnket. Kint is megteremtettük a kikapcsolódásnak, az étkezésnek vagy a főzésnek a zónáik, amik manapság rendszeresen a benthez kötnek minket. Egy jó példa erre a nyári konyha, ami ugyan régen is létezett, és mi most újra elővettük, ebbe a falba integráltuk. Így kint nyáron a kertben főzhetünk sokkal komfortosabban, mint ahogy azt ma tesszük, és közben csak a kertet melegítjük, nem a házat, amit utána pedig vissza kellene ugye hűtenünk. Így végeredményben egy olyan házat kaptunk, ahol télen többnyire a belső zárt tereket, tavasszal és ősszel, amikor az időjárás megengedi, a két teret egybe tudjuk nyitni és együtt használni, míg nyáron a terasz használjuk. Így a nap ritmusa szerint élhetek én is, télen és nyáron mindig egy kicsit másképp. De a nap
nem csak az én életritmusomat, hanem a háznak a működését is meghatározza. A napból nyerjük mind az elektromos áramot, a hőt a fűtéshez, a melegvizet vagy éppen a fényt. Ahhoz, hogy a nap energiájából elektromos áramot termeljünk, nincs mit tenni, napelem kell a házra. Ez alapvetően két probléma van. Az egyik, hogy a napelemek nagyon érzékenyek az elhelyezésükre, attól függően termelnek sokkal több vagy sokkal kevesebb energiát. A másik meglehetősen ronda. Tehát így felszereljük egy ilyen ház tetejére, kicsit olyan idegen elemnek hat, amivel úgy nehezen tudunk megbarátkozni. Erre a másik problémára hamarabb találtunk megoldást, az építészekkel és a villamosmérnökökkel megegyeztünk, hogy a mi házunkon nem a tetőre szereljük a napelemet, hanem a napelem lesz magának a tetőnek, és egyébként a falunknak is a burkolata. Ezért így ezt a burkolatot egyrészt megspóroljuk, másrészt a napelem tud lenni az az elem, ami karakteresen meghatározza az egész házunknak a megjelenését. A napelemek elhelyezése már egy fogósabb kérdés volt. Ugyanis ahhoz, hogy megfelelő szögbe helyezzük el őket, az egész ház geometriáját meg kell változtatni. A villamosmérnökök úgy gondolták, hogy egy ilyen 30-35 fok közötti szög lenne az ideális, ugyanis ennél a szögnél termelnek a lehető leghatékonyabban a mi napelemeink. Szállító, kivitelező csapatunkban, hát praktikus gyerekek vannak, úgy voltak vele, hogy egy ilyen nulla szög körüli lapos tető lenne az ideális, könnyű összeszerelni, fel tudjuk pakolni a kamionra, irány Madrid. Mi az építészekkel úgy gondoltuk, hogy egy ilyen lapos szög az baromi jó lenne, ugyanis a tetőnek és a falnak a síkja egybe esne, így formailag is kifejezve ennek a két résznek az egységét. Balázs barátom menedzser oda jött hozzám. Adrián, engem most baromira nem érdekel, hogy mi az alakja ennek a háznak, de döntsétek el, mert jön a határidő. Neki is igaza volt. Na, szóval a lényeg, ami lényeg, kiegyeztünk egy ilyen 6% körüli lapos szögben. Nekünk ugye tetszett, mert a mi elképzeléseink az eleve közel volt. A szállítósok is meg tudtak vele barátkozni, szépen 4 darabra szeleteltük a házat, kettesével fölpakoljuk irány Madrid. És végül is a villamosmérnökök is megbarátkoztak vele. Amellett, hogy a tetőre napelemeket tudtak szerelni, hatalmas felületeik maradtak a déli falon, amivel itt sokkal több energiát tudtunk termelni. Azért baromi jó nekünk ez a fal a napenergia termelés szempontjából, mert megduplázza a legaktívabb déli felületünket. Így a 100%-ban ki tudjuk használni arra, hogy napelemeket rakjunk rá és elektromos áramot termeljünk, és hatalmas ablakfelületeink maradnak, ahol beengedjük a hőt és a fényt a házunkba. A tető napelemei főleg nyáron magasabb napállás mellett termelnek sok energiát, míg a fal főleg télen vagy éppen a reggeli órákban alacsonyabb napállás mellett termel. Végeredményben olyan jól sikerült ez a rendszer, hogy a házunk háromszor annyi energiát termel, mint amennyit fogyaszt. Tehát praktikusan még két házat rá tudnánk kötni és ellátni róla, vagy amire szintén lehetőség van a mi házunkban, egy elektromos autóra táplálva napi 70 kilométert autózhatunk azzal. Az elektromos áram termelése mellett ugye fűteni is szeretnénk a házunkat. Tehát rengeteg áramunk van, fűthetnénk azzal is, de mindig az a legfenntartóbb megoldás, mert semmilyen gépre nincs szükség, csak pusztán a napenergiáját használja. Ahhoz, hogy a napenergiájával fűtsünk, először be kell engedni a napsütést a házba. Ez nálunk adott volt ugye a hatalmas ablakfelületekkel. Aztán ezt a hőt nem szabadna kiengedni, ehhez az építészeknek olyan szerkezetet kellett tervezni, hogy a lehető legjobban volt leszigetelve. Még ezt is megoldottuk. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen háza mennyire jól van szigetelve, és rengeteg napsütést kap, nem melegedjen túl, hőtároló tömegre van szükségünk. Praktikusan egy beton padlóra, egy nehéz falra, ami szépen lassan veszi fel a hőt, aztán éjszaka, amikor hűl a ház, a belső tereknek ezt vissza tudja adni. Hát ugye, itt jött a probléma, nem tudjuk elszállítani Madridba a betontömböket. Gondolkodtunk, amíg a gépészek azt nem mondták, hát legyen az, hogy a víz lesz a mi hőtároló tömegünk. Hát baromi jó, ugye azt nem kell szállítani, Madridba is van, betöltjük a házba, szuper. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi ott medencébe fogunk tocsogni a ház közepén, annyira nem tűnt jó ötletnek. Úgy működik a rendszer, hogy besüt a nap, felmelegíti a padlót, olyan padlót kellett terveznünk gépészek kukázára, ami a lehető legjobban veszi fel a nap energiáját, és a gépészek az alá egy csővezetéket terveztek, amiben a víz kering, és az energiát elviszi külső hőszigetelt tartályokban. Aztán
Amikor éjszaka lesz, ebből a hőszigetelt tartályból keringetjük vissza a melegvizet mind a padlóba, mind a plafonba, fűtve ezzel a házat. Nyáron fordítva működik a rendszer. Védekeznünk kell a napsugárzása ellen árnyékolókkal, mind az ablak előtti függőleges, mind a terasz fölötti vízszintes síkon. És nappali órákban az éjszaka sokkal hatékonyabban lehűtött vízzel tudjuk hűteni újra a plafont és a padlót is. Szóval mi ilyen sokféle problémát, szempontot felvető feladatokon dolgozunk folyamatosan a projektünk folyamán. Megtanultuk azt, hogy hogyan egyeztessük össze a szempontokat, hogyan ne veszítsük el egymás jó ötleteit és tanuljunk egymástól, és azt is, hogy mikor kell valakinek az érre állnia, döntenie ahhoz, hogy haladni tudjon tovább a projekt. Mert mi még most csak az út felénél járunk. Egy év múlva Madridba fog megépülni a házunk. De a mi projektünk lényege nem csak egy ház, és az azzal járó, sokszor a verseny szülte sokféle technológiai megoldás. A mi eredményeink a technológiai megoldások mellett az a sokféle szempontrendszer, ami felmerült ennek a háznak a tervezése folyamán, és ennek az újfajta csapatmunkának a rengeteg tapasztalata. És amikor a verseny végére érünk egy év múlva, mi mindezt a tapasztalatot megosztjuk veletek. Hiszen amikor a cél nem csak egy fenntartható kis ház, hanem egy fenntartható életmód, egy fenntartható építészet létrehozása, akkor egy sokkal nagyobb csapatra lesz szükségünk, aminek mi mindannyian a részei vagyunk. Köszönöm szépen. Tudottam felét. Adódik a kérdés, Adrián, hogy mikor fogunk mi ilyen házakban élni? Pontosan ilyenben szerintem soha. És hasonlóban? Egy olyan példával szoktam erre élni, ugye ez egy versenyre készült ház, ezerféle speciális szempontja van, a szállíthatóság, hogy nem lehet alapozni, hogy rengeteg napelemet kell rárakni. Kicsit olyan ez, mint a Forma 1, amikor ugye nem Forma 1-es autókkal közlekedünk, de a rengeteg ott kifejlesztett technológia, ötlet, azok átkerülnek előbb-utóbb utcai autókba. Csak egy része, csak egy megoldás, csak egy elgondolás. És valahogy a mi házunk is így fog működni, aminek egyes részei, egyes gondolatai, akár technológiai, akár elképzelés kerülhet át az életünkbe, és ezért osztjuk meg az egészet, hogy mindenki azt a részét hasznosítsa belőle, ami éppen neki megfelelő. És annak az ötletnek, én úgy vettem ki a szavaidból, hogy ennek a háznak az egyik legnagyobb újítása, hogy az életünknek a felét bent, illetve legmásik felét pedig kint kellene tölteni, hogy ennek a gondolatnak lenne, addig is, ameddig a fenntartható építészet nem jut el egy bizonyos fejlett és elterjedt állapotba, lenne más megoldása? Tehát tudunk valamit mi tenni azért, hogy az életünket inkább többet éljük kint, mint bezárva ilyen mesterséges környezetben? Van erre valami ötlet esetleg? Hát szerintem ez mindannyiunk felelőssége. Ugye a fenntartható építészettel az a probléma, hogy ezt egy ilyen technológiai problémának kezeljük, minden eldöntjük az anyagokról, hogy fenntartó vagy nem. Manapság már minden anyagnak van egyébként fenntarthatósági plesni, és ezer szervezet van erre, hogy ezt minősítse. Ennél sokkal egyszerűbb kérdés az, amiben mindannyian felelőssé vagyunk, hogy mit építünk meg, és mit nem. De egy elég egyszerű példa erre a 95%-os problémára egy akármelyik normál bevásárlóközpont, amikor is fedett zárt utcákat építünk, amiket mind ki kell fűteni, meg kell építeni, nincs benne se tél, se nyár, pedig alapvetően nincs rá nélkülözhetetlen szükségünk. És ha ezeket a dolgokat ki tudjuk szűrni, akkor már nagyon sokat teszünk mi magunk, és ez nem egy ilyen technológiai varázslat innentől kezdve. Köszönjük szépen! Én köszönöm!